Szeretettel és tisztelettel köszöntök minden egyes hallgatót, aki vette a fáradtságot, hogy ezen a meleg napon ide jöjjön, és egy unalmas 45-50 percet végigüljön. Remélem, hogy rá fogok cáfolni. Az előadásom elején mindig nagy tisztelettel megkérdezem, hogy egyrészt az életkorom, másrészt az átközösségből adódóan, hadd kérjem a tegeződő hangnemet, szabad? Jó. De vissza is kérem, mert az előadás után, amikor odajönnek hozzám és elkezdték, hogy azt szeretném öntől megkérdezni, akkor mindig azt szoktam, hogy jó, hogyha önözünk, akkor nem is beszélgetünk. Tehát a viccet félretéve, annak ellenére, hogy már meghaladtam jócskán a 6. X-et, sőt már egészen a vége felé tartok, azért még igyekszem fiatalosan élni, illetőleg úgy is viselkedni, mint ahogy tudjuk, az embernek az átlagos életkora 120-150 év. Ezt sikeresen megfeleztük, és a tudomány nagy eredményének tartjuk. Tudnék úgy van, hogy a biológusok szerint az összes emlős, amely a Földünkön él, a kifejlett életkora után még annak az 5-6-szorosát, általában a 6-szorosát éli meg. Hát ugye mi általában a 20 és 24 éves korunk között fejlődünk ki, van, aki agyilag még egy kicsit később, mondjuk az élete vége felé tölti be ezt a dolgot. De hogyha ezt megszorozzuk 20-tal, akkor is olyan, a 20-at megszorozzuk 6-tal, akkor is olyan 120-150 év között jön ki. Miért felezzük meg az életünket? Hát végtelen egyszerű. Az életmódunkkal, a gondolkodásunkkal, az érzelmeinkkel és hát a táplálkozásunkkal. Azért vagyunk itt a Vegetáriánus Fesztiválon, és azért kapom most már 10. éve a megtisztelő felhívást, hogy ezeken a világot jelentő deszkákon én fellépjek, hogy utat mutassunk, és átadjuk egymásnak a tapasztalatainkat. Én az első 49 évemet egészen másképpen éltem le, hogy úgy mondjam ösztönből. Mi volt a legfontosabb? Hát a foci, a kaja, a pia, meg a nők. Tehát ezek érdekeltek, én ezt őszintén megmondom. Szerintem egy normális fiatalembert ez sokáig is foglalkoztat. Aztán, hát ugye, amikor a gyereken gyógyíthatatlan betegsége kiderült. Mint tudjuk, ez a gyógyíthatatlan betegség, ez az allergia, és kiderült, hogy ebből tökéletesen és könnyedén ki lehet gyógyulni, mert idézem hazánk egyik legnagyobb elméjét, Edmond Bordeaux Székelyt, akinek ugye ilyen neve lett, mert világpolgár lett belőle, egyébként Székely Ödön névre hallgat. Ő azt mondta, hogy gyógyíthatatlan betegség nincs, csak gyógyíthatatlan beteg. Én ezt abszolút komolyan veszem, és így is állok hozzá, és ez így is igaz. Tehát, amit Székely Ödön mondott, ez így működik. A mai napon azért vagyok itt, hogy az algákról beszéljek, és azért adtam ezt a címet az előadásnak, hogy a tenger vega gyümölcsei, mert az emberek egy része kifejezetten szereti a tenger által adott táplálékokat, ugye halak, rákok és mindenfajta víz alatti csúszómászok, rája, angolna és egyéb dolgok. Én személy szerint nem vagyok odaértük, soha nem kedveltem őket, de én elismerem, hogy nagyon sok ember szereti ezt a dolgot. Na most, miért kapta a vega gyümölcsök címet ez az előadás? Azért, mert ez majd ki fog derülni az előadásból is, hogy a 21. század első évtizedének a végén már nagyon elterjedt az egész világon, hogy valamivel helyettesíteni kellene az állati fehérjéket. Tudnilik, az állati fehérjék azok a 20. századnak nagy találmányai közé tartoznak. A materialista világnézet egyértelműen az embert, mint a fizikai testet szemléli, nem pedig úgy, mint hogy a holisztikus szemlélet, amelynek én az egyik képviselője vagyok. Ugye ólosz-görög szó jelentése teljesség, egész. Ez azt jelenti, hogy az ember csak egészében szemlélhetjük, test, lélek, szellem egységében. Külön nem választható. Én itt a fizikai valóságomban, és azért is jöttem le ide, mert nem akarok még a színpadról még magasabbra lenni, hogy kitörjék a nyakokat az első sorban ülök. Fizikai valóságomban itt vagyok, és a gondolataimat közlöm itt mindenkivel, és ezt az érzelmeimtől átfűtve adom elő.
Most a materialista világnézet és a materialista természettudomány szerint én egyenlő vagyok a fizikai testemmel. Azt szoktam mondani, hogy ha most kapok egy szívinfarktust és így feldőlök itt, hogy csak ez a két dolog fog belőle hiányozni, a gondolataim és az érzelmeim. Na most azok az ember. Tehát ez a fizikai test, ahogy én szoktam mondani, a hordozó. A számítás technikában tudjuk, hogy maga a vas, hogy így nevezzem, tehát a monitor, a számítógép, az egér, a billentyűzet, ezek a hardware elemek, ezek nem azonosak a számítógéppel. A számítógépnek a lelke az a szoftver, és maga az elméje, az pedig a rendszer. Az emberben a testlélek szellemegysége úgy áll össze, hogy az ember érzelemvezérelt, tudatos lény. Ezt így tanítja a bioenergetika, és ezt lefordítom magyarra. Ez azt jelenti, hogy az ember az általunk ismert univerzumban egyedül rendelkezik azzal a képességgel, hogy teremteni tud. Mivel teremtünk? Nem a gondolatunk erejével, hanem az érzelmeink erejével. Tehát ahhoz, hogy valami megtörténjen velünk, ahhoz nekünk ezt először érzelmileg kell megalkotni, azt át kell tennünk az elme világába, és akkor megjelenhet a cselekvésünkben, a fizikai test világában is. Tehát gyakorlatilag a táplálkozást és életmódot is így szemlélem testileg szellem egységében. Ahogy mondtam, a 21. században beindult ez a materialista eredetű fehérje forradalom. Kitalálták, hogy az ember számára egyedül üdvözítő és mindennel ellátó dolog az a fehérje. És ezen belül is az állati fehérje, lefordítom a hús és a húskészítménye. Azok, akik nem voltak olyan szerencsések, mint én, hogy az 1950-es évek elejei fehérje hiányt megtapasztalták, azok nem is tudják megérteni, főleg a mai fiatalok, mit jelent az, amikor hétvégén anyád azt mondja, hogy itt a húsjegy, amire nem kaptam meg a héten a húst, és ezt egyétek meg ebédre. Aki a Tanú című filmet látta, nem tudom, van, hogy olyan? Jó van, van egy pár, ők tudják, hogy azt mondta a főhős, hogy akkor panírozd be a húsjegyet, és akkor az lesz ebédre vasárnap. Tehát ezelőtt olyan 60 évvel egyáltalán nem volt általános az, hogy naponta háromszor együnk húst, illetve, hogy én szoktam mondani, húsnak látszó tárgya. Mert az, amit leteszünk az asztalra, és amit a Tesco gazdaságosnak a jóvoltából be tudunk szerezni, az köszönő viszonyban nincsen a hússal, és az állattal sem, az a génmódosított állatok, különböző hormonokkal felduzzasztottak, teli vannak vízzel, ugye egy csirkecom sütés előtt ekkora, sütés után ekkora. Biztos láttatok már ilyet, ugye sütöttetek egy-két csirkecombot. Körülbelül a felére megy vissza, mert az mind víz. Egy 6-7-es csirke 2,20 kg és 2,50 kg között van, ugye nagy sasmadár. Aki viszont látott igazi csirkét még életében, kevesen vagyunk olyanok, az tudja, hogy a 6-7-es csirke az ekkorka, 90 dekka és piszok gyors. Nem tudod elkapni, nem tudod megfogni. És hogyha levágod, akkor nincs benne semmifajta dolog, amit meg tudnál enni. Tehát ezek a fölhízlalt, hormonkezelt, gyógyszerezett állatok, ezek irtózatos nagy bajokat okoznak az emberiségnek. Ugye ebből alakulnak ki a savasodás találja a betegséget, de most nem ez az előadásom témája, ezt elmesélhetem máskor. Ott vannak a tények, aki nem tudja elolvasni, meg gyorsan felolvasom. Meghaladtuk a 7 milliárdot ezen a Földbolygón. Ez azt jelenti, hogy átléptük azt a határt, amelyiket úgy hívunk, hogy a Föld biokapacitása. Tehát amerikai tudósok megállapították, hogy ahhoz, hogy az emberek számára élhető legyen a Föld, egy úgynevezett biológiai lábnyomnak meg kell felelni. Ez azt jelenti, hogy ami a Földön megterem, és a létfeltételeinknek megfelel, tehát oxigéntől kezdve a tiszta víz, tápláléka, stb. Az meg kell, hogy feleljen annak, amit fogyasztunk. Most egy brutális számot mondok, 2010-ben, már augusztus 21-én kimerítettük ezt a biológiai lábnyomot. Ez olyan, mintha valaki elmegy melózni, kap fizetést, és az éves fizetését augusztus 31-re elköltik. És akkor kölcsön kell kérni évvégéig, igaz? És hogyha jövőben ugyanezt a fogyasztást folytatjuk, akkor nem nagyon lesz későbbre, sikerült eladósítani az unokáinknak a Földet.
Mit tudok mondani? Az USA igénye 4 föld per év. Ez elég jó szám, nem? Azt mondja, Indiáé 0,4%, és a világ átlag pedig 1,4 föld volt, ez 2010-ben. Szerintem most még rosszabb az átlag, mert ugye a széndioxid kibocsátást és egyéb dolgokat ide nem is nagyon akarom belevenni, hogy hogyan gazdálkodunk vele. Jelenleg másfél bolygóra lenne szükségünk ahhoz, hogy fenntartható fejlődést tudjunk produkálni. Azonban 1992-ben egy WHO tanulmány szerint az afrikai termőtalaj termőképességének nagyjából a 74%-át már elveszítette. Ez egy brutálisan nagy szám, de a többiek sem jártak jól, mert Ázsiában 73%-ot mértek, Ausztráliában 55%-ot, Európában 72%-ot, Észak-Amerikában 85%-ot, Dél-Amerikában 76%-ot. Tehát ennyire kizsigereltük a Földet. Ezt megismételték ezt a tanulmányt 1995-ben, amikor is megállapították, hogy a mezőgazdasági hasznosítás alatt álló területek 40%-a jelentősen kizsigerelt. A növénytermesztésre felhasznált földterület majdnem felén az alapvető tápanyagok már nincsenek jelen. Nem tudom, hogy láttátok-e, a National Geographic-en van egy film, a Föld bolygóról, 2 órás film a reklámok miatt, elképesztően jó, a YouTube-on, illetőleg online helyeken meg lehet találni, le lehet tölteni. A Föld mint élőlény szemlélt a filmben, és abban benne van, hogy milyen élettani folyamatai vannak a Földnek, hogy az óceánokban levő áramlások hogyan hozzák föl a tengerek mélyén működő vulkánok által keletkezett fizikai anyagokat, hogyan kerülnek ki a Földre, és hogyan kerülnek az afrikai homoksivatagból a szél segítségével az Amazonas vidékére a homok, és abból hogyan lesz a termőtalaj és olyan fantasztikus flóra. Úgyhogy ezt érdemes megnézni, hogy tudjuk, hogy egy élő egésznek vagyunk mi a része. És ahogy ezt Lüdiger Dahlke, a hírneves német természetgyógyász azt mondta, hogy rákos daganat az ember a Földnek a testén, feléljük a Földnek a testét. Többek között ezzel az iszonyatos fehérje éhségünkkel tudnék, 1 kiló állati hús előállításából 100 vegetáriánus meg tud élni. Tehát brutálisan nagy a különbség a kettő között, arról nem lesz, hogy milyen szennyezéseket és milyen kizsigereléseket teszünk ahhoz, hogy a hús igényünket kielégítjük. 2000-ben megismételték ezt a WHO tanulmányt, akkor még rosszabb lett, mert a vizsgálat 53%-os kálcium csökkenést mutatott ki, a növények 38%-kal kevesebb A-vitamin, 48%-kal kevesebb B2 vitamin tartalmaznak, B1 vitaminból 35%, B3-ból 29% volt a csökkenés. Tehát itt hihetetlen, hogy mennyire leromlott. A búza 8%-nyi értékes proteint, tehát fehérjét tartalmaz, ami 100 évvel ezelőtt még 23% volt. Aki ma bemegy a boltba és vásárol kenyeret, az látja, hogy az csak kenyérnek látszott át. Tehát fel kell, hogy szeleteljék, mert akinek protkója van és beleharap, az nem tudja elharapni, csak kihúzza vele a protkót. Tehát szegény megboldogult Mari Zsuzsinak a rögzítője nem elég ahhoz, hogy ebből a kenyérből tudjál harapni. Azért nem tudsz ebből harapni, mert ahhoz, hogy kenyeret tudjanak vele csinálni, gluténnal kell felturbózni. Ez a gluténnak a fehérjéje, a sikér tartalmának az alapja, ami azt eredményez, hogy egyáltalán fel tudjon fújódni. Telirakták vegyszerekkel. 15-25 vegyszer van 1 kiló kenyérben. Nézd meg a szeletelt kenyerekre, amiket rá kell írni. Az összetevőket hát csak abból áll, amit ember nem ehetne meg. És mégis eladják. Professzor dr. Márai Géza, a Gödöllői Agrártudományi Egyetem docense, most már nyugdíjas docense, az ő csoportja vezetett egy vizsgálatot 1996 és 2000 között, tehát eléggé régen, hogy úgy mondjam, és az 66 és 2000 között, és rájöttek arra, hogy a magyarországi földeken termett zöldségek, növények már nem tudják ellátni a szükséges anyagokkal az emberi szervezetet.
A sárgaléba vitamintartalma 40%-kal csökken. A borsó vitamintartalma több mint 50%-kal. A káposzta vitamintartalma 95%-kal, 95%-kal. Azért ez iszonyatosan nagy szám. A búza ásványanyaga 50%-kal, az árpa ásványanyaga több mint 60%-kal csökken. A kukorica 80%-kal kevesebb, mint volt. Létezik egy másik emberke, ez is a Föld másik részén alkott és alkotott. Őt úgy hívják, hogy Dr. Joel Wallach. Joel Wallach az Egyesült Államokban él és tevékenykedik. Ő orvos, állatorvos is és emberorvos is. Az élete során több mint 3000 embert vonzott fel, és 17000 állatot. És arról következtetésre jutott, hogy a leggyakoribb halálok, hogy egész egyszerűen éhen halnak az emberek, és az állatok is sejt szinten. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy az ember számára 91 eszenciális tápanyag van, tehát azok a tápanyagok, amik szükségesek ahhoz, hogy az életünket fel tudjuk tartani. Ebből a 91 eszenciális tápanyagból csak a töredéke jut el az emberi szervezetbe, és ma elértük azt, hogy az USA-ban, az USA világ legdagadtabb nációja, biztos tudtok róla, nagyon kövér emberek vannak, egyes amerikai filmek pömpölyök, 150-180 kilós emberek vannak, és folyamatosan éheznek, kövéren éheznek. Azért, mert sejtszinten nem kapják meg azokat az ásványanyagokat, nyomelemeket, amelyek a sejtek normális működéséhez szükségesek, ezért a sejtek mindig üzeneteket küldenek, informális üzeneteket küldenek fölfelé, az agyba és a szív felé, és ez éhséget, egy virtuális éhséget produkál, és ezek az emberek állandóan esznek. Azt veszik észre, hogy egész nap esznek, és úgynevezett junk foodot esznek, ez a szemétkaja az angolban, ez a McDonald's és az összes ilyen gyors étteremnek az étterme, illetőleg az étele, és hát ugye nekik is van Auchanjuk, Tescojuk, meg mindenfajta ilyen szörnyetek, szupermarketjük, csak másképp hívják, de ugyanazt a szemetet eszik, mint mi, tehát ebből a szempontból nem kivételeznek. Ugye, mert az ott megjelenő zöldségek, növények szépek, de teljesen üresek belülről, mint ezt itt felolvastam az előtte. Az egészségre kapcsolata van a mindennapos táplálkozással. Az előbb ugye elmondtam, hogy az ember érzelemvezérelt tudatos lény. Erre van fönt egy fantasztikus videó a YouTube-on, akit érdekel, az megnézheti a... Milyen Matrix a címe? Élő Matrix, köszönöm szépen a segítséget, az Élő Matrix a címe, abban van egy 10 perces videó. Az arról szól, hogy a páciens, akivel a kísérletet végzi, elektroenkefalográf elektródákkal telirakják a fejét, EKG, mindenfajta G, amit csak akartak, lóbről a 34 darab madzag, különböző impulzusokat és impulzusokra adott válaszokat mérnek az ember szívével, agyával, gondolkodásával, érzelmével kapcsolatban, és ez olyan, mint a hazugságvizsgáló, hogy először betanítják. Tehát olyan képeket mutatnak az embereknek, amik felvidítják, tehát aranyos, kis nevető csecsemő, gyönyörű zöld táj, szép virágok, növények, stb. Másik oldalon pedig balesetek, véres események, támadó vadállatok, és az erre adott reakciókat regisztrálják. A számítógép megnézi, hogy amikor az embernek öröme van, akkor milyen reakciói vannak, illetőleg amikor pedig fél, akkor milyen reakció van. Azt tapasztalták, hogy amikor az ember számára örömteli dolgok történnek, akkor lugos pH lesz a szájban, például nevetésnél, ami nagyon kell ahhoz, hogy jó emésztésünk legyen, falat összevágásához. Ha viszont ellenkezőleg félelmet gerjesztenek bennünk, savas pH lesz, fogköveink lesznek, nem fogjuk jól megrágni és jól előemészteni az ételeket, savasodás következik be, betegség. És amikor ezt betanították, akkor jön a dupla vak kísérlet, tehát a kísérletet végző személy sem tudja azt, hogy most mit ad annak a páciensnek, és a páciens sem tudja, hogy mit kap. 15 másodpercenként felvillan egy kép automatikusan, ezt tudják, hogy véletlen jelgenerátor, úgy adják le ezeket a jeleket, és vagy szép kép lesz, vagy csúnya kép lesz. És azt tapasztalták, hogy 10 másodperccel a kép megjelenése előtt, hangsúlyozom előtt, a szív helyes választ ad.
az agy akkor ad helyes választ, amikor meglátta a képet. Ugyanazt a választ adja, mint a szív, de csak akkor, amikor meg... Tehát a szív vezérli az elmét, a gondolkodásunkat. Tehát nem úgy van, amire rettentesen büszkék vagyunk, mint emberek, főleg férfiak, hogy milyen okos emberek vagyunk, mi racionálisan gondolkodunk. Nem, mindenki érzelemből él, még a férfiak is érzelemből élnek. Mi köze van ehhez a táplálkozást? Az, hogy az ipari feldolgozás hatására bekövetkezett ez a nagyfokú savas ételek előállítása, a készételek, a kiherélt, a mechanikailag felaprított és vegyszerekkel túltelített élelmek, amelyek savasodást gerjesztenek az emberi szervezetben, és ezek mindig betegséghez vezetnek. Az ember számára, mint mindenki számára ebben a univerzumban élünk, élő étel az, ami táplálék. Mi az élő étel? Egyszerűen lefordítom, élő étel az, ami bioinformációt tartalmaz. Mi az, hogy bioinformáció? Bioinformációk az elektromágneses jelek. Minden egyes sejt, amelyik élő sejt, rezgő mozgást végez. A rezgő mozgás, mivel a sejtnek potenciál különbsége van, tehát pozitív és negatív töltéssel rendelkezik, a rezgés közben elektromágneses teret gerjeszt, és ezzel kommunikál. Egymással kommunikálnak a sejtek a szövetekkel, a szövetek a szervekkel, a szervek a szervrendszerekkel, a szervrendszer az egésszel, tehát bennünk minden egyes folyamatnál a legutolsó sejtünk is kommunikál az egész szervezetünkkel, és fordítva. Tehát nem véletlen, amit tart a magyar hagyomány, hogy magyar ember evés közben nem beszél, ne néz televíziót, hogyha eszel, hogyha késő este horrorfilmet nézel és eszel, akkor abból bizony savasodás lesz, rossz emésztés, rémálom, stb. Tehát ez így működik. Csak az élő étel az, ami a számunkra informatikailag megfelelő, ami segít fenntartani a mindennapi életritmusunkat. A halott étel az viszont ennek az ellenkezője. Halott étel az, amelyik már nem rendelkezik ezekkel a bioinformációkkal. Másfajta rezgést képviselnek. Mint a Geiger-Müller-féle számoló cső, van ilyen készülék, amivel meg lehet mérni, hogy az az étel, amit eszel, az élő étel vagy halott étel. Németországon a piacon ezt már alkalmazzák, és megnézik, hogy milyen friss az a zöldség, vagy az a gyümölcs, amit árul a kofa. Hiába mondja, hogy ezt ő ma reggel szedte, hogyha már a sugárzás sokkal gyengébb, tehát a növény már kezd komolyan elhalni, akkor már egészen más frekvenciákon és kisebb intenzitással jelez. Ahhoz, hogy megnézzük, definiálnunk kell a tápanyagot, a táplálékot és az élelmiszereket. A tápanyagok azok a táplálék összetevők, amelyek fizikai anyagként vannak jelen, és amelyek be tudnak épülni a szervezetünkbe, és ott építő kockák lehetnek. Fehérjék, zsírok, szénhidrátok, stb. A táplálék ugyanez, ami rezgéssel, bioinformációval együtt jár, tehát ez az, ami az ember számára az igazi. Tehát, hogy a magyar nyelvben nagyon jól benne van, üljetek le nyugodtan, gyertek be, szívesen látunk benneteket. A táplálék egyenlő élelem, és a magyar nyelv ezt remekül elmondja, mert az életet segíti elő, az élelem. Ugye, gyönyörű szép ez a nyelv, ez a magyar nyelv, mégis mindig amerikaiul beszélünk is már. A megszólítás már a gyerekek között az, hogy hey! Mert ugye minden filmben így szólnak egymáshoz ezek a bunkók, hogy hey! Ez a megszólítás. Ez gyönyörű. Nézik ezeket a rajzfilmeket, mindig ugye a vasárnap délelőtti matiné, Brian élete című filmben, hogyha emlékeztek rá, hogy a vasárnap délelőtti matinében szedegették a levágott karokat, meg a lábakat össze a cirkuszban a rómaiak. Hát nálunk ugyanez megy a gyerekeknél, csak rajzfilm formájában. Tehát meg lehet nézni. Így adjuk át a gyerekeknek a negatív információt, így nevelünk belőle olyanokat, amilyenek. Az élelmiszerek. És itt külön választom, hogy élelmi szer. Mert a szer szó azt jelenti, hogy nem valódi. Tehát valamilyen úton, módon létrehozott, mesterséges dolog. Az élelmiszer tömegek ellátására alkalmas dolog, az nem jó az ember számára. Én elmondom nektek, hogy amikor elmentek vásárolni a Tesco gazdaságos és társadalmiba, akkor élelmiszereket vásároltok. Még csak tápanyagot sem nagyon kaptok, mert az ott levő sárgarépában és egyéb dolgokban elmondtam, hogy mennyi az anyagtartalom.
szinte semmit. Ugye a vegetáriánusoknál elég gyakran isznak és esznek tejet, tejterméket. Két évvel ezelőtt egy kicsit lelomboztam a tejhívókat ebben a teremben. És csak annyit fűznék hozzá, hogy 1966 és 2000 között Magyarországon a bóti tej, a zacskós tej 95%-ban szegényezett el beltartalomban. 5% maradt. Hát ezért adtuk 200-250 forintot literenként, ezért a szemétér, ami van. Arra nem beszél, hogy ami van, abban milyen bioinformáció van, ez a marha bioinformációja. Azt szoktam, hogy ette ekkora marha a magyar, mert issza a másik állatnak a tejét. Holott az neki nagyon nem lenne szükséges, de most nem ez az előadásom témája. Oké. Mi a jellemző a mai kor táplálkozására? Senkit nem akarok a foglalkozásában, a szakmájában megbántani, de a dietetikusok ma is ezt tanulják és ezt tanítják, hogy táplálkozási piramis szerint halottatokról, igaz? Ekkora marhaságot régen alkotott az ember, a gondolkodó ember, ez a 80-as évek elején terjedt el az USA-ból Magyarországra is, és tartja magát keményen, holott még az 2000-es év előtt bebizonyították kísérletileg, hogy a táplálkozási piramis következtében terjed a szívinfarktus, a szív- és keringési zavarok, a magas vérnyomás és mindenfajta keringési betegség. Tehát csomó ilyen baromságot dogmává emeltünk, és tanítjuk, illetőleg alkalmazzuk. Az élelmiszeripar csak és kizárólag feldolgozott értékétől megfosztott valamit kínál nekünk. Felneveltük a hamburger generációt. A hamburger generáció azok a gyerekek, akik már ugye menet közben is meg a metrón lógó a szerem, nyomják az SMS-t, ezerrel meg az MMS-t, meg fönt vannak a Facebookon és egyéb dolgokon, közben eszik a junk foodot, tehát érzelmileg, mentálisan elszegényednek, elmagányosodnak, nincs párkapcsolatuk, és még a testüket sem táplálják jól. A junk food az egész világon elterjedt, az alapja az E betűkkel jelölt élelmiszer adalékok, amikkel a szemetet el lehet adni élelmiszer címszólat. Ma már 20 000 E betűt falunk be, hogyha vásárolunk ezeknél az áruházaknál, ahol én mondtam, és ezelőtt 60 évvel még 10-19 volt E betű, amit kellett tenni. Most már ezeket faljuk, ezek mind vegyszerek, testidegenek és károkat okoznak a szervezetben. Mindent hamisítanak. Dobtam egy hátast 3-4 évvel ezelőtt, amikor egy e-mailt kaptam, utána néztem, működik. Kínában előállították a műtojást, láttátok? Úgy néz ki, mint az igazi tojás, és nem volt soha tyúkban. Más kérdés, hogy tyúk sem tyúk ma már, de még ezt is kispórolták. A sárga színét a bétakarotintól kapja, önmagában nem lenne nagy baj, de mindenfajta műanyagokból állítják elő, tojást csinálnak a kínaiak, hihetetlen. A kiszabott bírságok, az élelmiszeripari bírságok hatástalanak. Teljesen mindegy. Az a cég, amelyik az egyik héten megbukott 20 tonna szemététellel, amit ilyenkor megsemmisítenek, a megsemmisítés költséget mi álljuk, adófizetők álljuk, kiszabják a bírságot, de hát KFT-ről lévén szó, 3 millió forintig fele, másnap egy új KFT-t csinál, vagy már van neki, teljesen mindegy, viszi tovább. Ráadásul most nem akarom a politikát belevinni, még ráadásul a politikával összefonódik ez a maffia, tehát gyakorlatilag teljesen büntetlenül mérgeznek bennünket. Az USA élelmiszeripari főhatóság, az FDA, biztos hallottatok róla, ez az ő ODT-jük. Ez az Atyaisten, amire ő engedélyt ad, azt lehet, és bármikor engedélyt ad rá, hogyha egy kicsit segítség érkezik, akár a politikusok oldaláról, akár az anyagi szinten, engedélyezték, hogy klónozott állatok húsát élelmiszerként lehessen forgalmazni. Ugye annak idején, amikor előállították ezt a birkát, a klónozott birkát, kiderült, hogy különböző betegségekben döglött meg a szerencsétlen, tehát ilyeneket fogunk mi enni, illetőleg már készítik a műhúst, hallottatok róla? Még 1 millió forint egy kiló. Ugyanúgy néz ki, mint a rendes hús, ugyanolyan színe van, mindent, csak hát még műanyag. De majd letolják ezt is a torkunkon.
Tehát itt állunk egy ekkora csapdában, és nem ez volt az előadásom célja, hogy itt mindenkit levigyek a pincébe, és aztán így menjen haza, hogy nincs értelme az életemnek, kiugrom az első emeletről, vagy a fél emeletről, hanem arról az, hogy megoldást akarom kínálni. A megoldás úgy néz ki, hogy talán meg lesz, és ennek a megoldásnak az a neve, hogy az alga. Az algákat eddig értéktelen kacatként szemléltük, ugye az élő vizeinkben, folyóvizeinkben, inkább tavainkban és a tengerekben tenyésznek az algák. Tudjátok, ezek a kis zöld úszó élőlények, vannak ilyen picikék, mikroszkopikus méretűek, és vannak hosszú fonalakból álló poszatok és egyéb hínárok. Van itt minden az égvilágon, az alga az egyik legősibb élőlény a Földön. Azt állítják, hogy mínusz 70 fok és plusz 100 fok között is teljesen életképesek, akár 100 vagy 1000 évekig, tehát gyakorlatilag elpusztíthatatlan. Viszont gyorsan növekedik, rettentő gyorsan, egy-két nap alatt megduplázza a saját súlyát, és akkor innentől kezdve kezdett érdekessé válni. Nem tudom, hogy emlékeztetek-e rá, két évvel ezelőtt a National Geographic-en ment egy világvége sorozat, hogy mit tennél, ha világvége lennél. Láttatok ilyen előadást? Hát ez a hülyéknek szólt, láttam, és azok az amerikaiak, mert hát már miről beszélnék, az amerikai barátainkról, akik úgy gondolkodtak, hogy hamarosan világvége lesz, tehát vagy nukleáris katasztrófa, vagy az, ami most elindult ezzel a népvándorlással ide Magyarország felé is. Hogyha egy ilyen megtörténik, akkor ő majd bezárkózik a birtokára, fallal veszi magát körül, csapdában, meg ilyen fegyverrel, meg olyan fegyverrel, meg megtanulnak mindennel ölni, amit csak akartok, és akkor hülyebb ötletek voltak arra, hogy hogyan tudná átvészelni az élelemmel ezeket a nehéz időszakokat. Hát van olyan ökör, aki az egész lakását teli rakta konzervvel. Van vagy 3-4 ezer konzerv, és ugye a konzervek egy pár évig működnek. Egyrészt kiszedik a konzervnek a dobozából azokat a mérgező anyagokat, amikkel bevották a felületét, másrészt lejár a szavatosságuk, de egyetlen egy értelmes volt közöttük, az, amelyik algát termesztett. Ez a pasi azt csinálja, hogy otthon alga tenyészetet hozott létre. Élő algákat tenyészt, tehát a termeszt, bocsánat, mert ezek nem állatok, nem kis élőlények és növények, és azokat eszi. 11 gram alga elég egy embernek egy napra ahhoz, hogy a teljes ellátását fedezze. Megismétlem, 11 gram. Majd a legvégén mesélek róla, amikor értem kiegészítőkről is mesélek, hogy az űrhajósok, ugye hallottatok róla, hogy most már akár egy évet vagy kettőt is fent vannak, időnként visznek föl, de hát azért nem rántott húst esznek ebédre, sült krumplival, kovászos uborkával, hanem algát. És méghozzá ezt úgy eszi, hogy akkora, mint a bélyeg, be tudja tenni a szájába, jó íze is van állítólag, én nem, jó íze is van, és hogy egy ilyet benyal, akkor megvan a napi kajája. És egy ekkora kis dobozban felviszi az egyéves ennivalóját. Jó, azért ők is kapnak időnként élelemnek látszó tárgyat, tehát valami vérslis hamburgert, vagy valami ilyesmit, azért néha ők is kapnak, mert azért itt az érzelem is kell ahhoz, mert az ember nem csak azért teszik, mert fizikailag szüksége van rá, hanem mert élvezetet is vár tőle. Tehát ez volt az egyetlen egy olyan a sorozatban, amire azt mondtam, hogy igen, ez valóban helyes, és azt mondta ez az ember, az volt az egyetlen egy olyan ember, aki nem ölni akarta meg a többit, hanem hogy megtanítja a városkának a többi lakóját, ahol ő lakik, hogy ők is elláthassák magukat algákkal, és akkor ők is tudnak adni esetleg embereknek, hogy ne halljanak éhen. Ez az egyetlen egy pozitív. Mik ezek az algák? Ezek az algák egyébként moszatok, és különböző egymáshoz nagyon hasonló szervezetek, kis élőlények, amelynek ez a gyűjtőneve. Körülbelül 300 ezer algát ismerünk a Földön. Ahogy mondtam, ős élőlények fotoszintézisből termelik az energiát és az életfeltételeket, tehát napfényre, vízre és bizonyos hőmérsékletre szükségük van ahhoz, hogy fenntartsák az életüket. Ha az nincsen meg, akkor betopozódnak és elzárják magukat hosszú éve, akár évtizedeken vagy évszázadokon keresztül is életben maradnak.
több fajtája van, most nem akarom őket felsorolni, mert ez itt nem nevezéktan. A legkiválóbb fajtája a cianobaktériumok vagy a kékmoszatok, ezt elég gyakran ismerjük, és aztán vannak az eukarióták, amelyek közül a különböző moszatok az ostos, a sárga, a sárgászöld, a sárgát, a barna, a vörös, a zöld, stb. A csillósok, a páncélos ostoros moszatok, tehát mindenfajta nevük van. Különböző alakzaton és színről kapták a nevüket. Hogyan használjuk föl az emberi élet segítésére? A legfontosabb a környezetvédelem. Ennek az algának van még pár jó tulajdonsága, azon kívül is, amit elmondtam, a egyik legfontosabb, hogy széndioxidot vesz be a levegőből. Méghozzá ez a legnagyobb széndioxid felhasználó. És oxigént bocsájt ki. Tehát a föld tüdeje nem csak az Amazonas őserdei, amiket már kiírtunk, hanem pontosan az algák is. Tehát a környezetvédelemben egyszer a széndioxid kibocsátás mérséklésére. Biomasszát képez, ezért szennyvíz tisztításra lehet használni, ki lehet venni, és amikor biomasszaként kiveszik, akkor kipréselik, és az alga olaj olcsóbb és jobb, mint a biodízel a kukoricából. Tehát ez a jövő üzemanyaga is lehet. Energiatermelésre használjuk fel, tehát miközben ebből a biomasszából ők kinyerik a szennyező anyagokat, még energiát is termelnek. Az építészetben egy olyan trend indult be, hogy ezek a toronyházak, felhőkarcolóknak hatalmas ablaküvegeik vannak. És oda telepítenek be különböző zöld növényeket, illetőleg algákat. Egyrészt jól mutat, felvidítja a környezetet, a széndioxid háztartás szabályozásával hőmérsékletet szabályoz, és még ugye széndioxidot bocsájt ki, tehát rendkívül gazdaságos, most már így kezdenek építkezni ezekben a magas házakban. 5-7%-os hatásfokkal hasznosítják a fény, a napfénynek az energiáját, és levegő tisztításra használják ezekben a házakban. Ami leginkább elterjedt, és ami az előadásom célja, emberi élelemre és állati takarmányozásra használják. Állati takarmányozásra az alga lisztet használják, amit ugye kiszáradás után megőrülnek és odaadják az állatoknak. Sokkal jobb, mint a csontliszt, amit a vágóidi hulladékból adnak ezeknek a szerencsétlen vágó marháknak, és attól van a kerge agyhamarba. Nézd, kerge marhakból. Ez az agysorvadás. Mik az előnyei? Rendkívül gyorsan szaporodik, ahogy mondtam. 2-3 naponként lehet aratni. Nem kell különösebb logisztikai problémával küzdködni, üzemi berendezéseik viszonylag egyszerűek, könnyedén költöztethetőek, kis termőterületet igényelni, és most a számon, amit az előbb kerestem. 110-120 millió hektár, nem tudom, hogy ez mekkora, biztos elég nagy, de azt írja az adat, hogy ez a világ vízfelületének mindössze 3-4 ezreléke. Tehát nagyon picike. Algából meg lehetne termelni az összes olajenergia szükségletünket. Megismétlem. A világ óceánjainak a 3-4 ezreléke felületén meg lehetne termelni az összes olajat, amit ma felhasználunk az energia háztartás biztosítására. Megszűnne az üvegházhatás, mert nem lenne széndioxid kibocsátás, úgyhogy elképesztően jó az alga. Miért lehet élelemként használni? Azért lehet, mert elsősorban lugosító hatása van, és ahogy mondtam, a savasodás alapja a betegség. Másodszorban méregtelenítő hatása van. Ugye egy lélegzetvétellel 100-tól 300 ezer vegyszert szívunk be a levegőből, ebből a remek levegőből, ami nekünk itt van Budapesten, és hogyha megisszuk a csapvizet, amelyet úgy ajánl nekünk a fővárosi víz és csatornálási művek, akkor 50-től 120 ezer szennyező anyagot iszunk meg a pohárban, tehát ráfér a méregtelenítés a magyar ember, illetve a civilizált ember számára. Feltölti a szervezetünket nyomelemekkel, ásványanyagokkal, ahol alga van, ott élet is van. Az alga tökéletes táplálék, ezt még a WHO is elismeri, sőt, most már kifejezetten superfoodként, tehát szuperételként prezentálja, és arra bíztat bennünket, hogy használjuk. Teljes értékű élelem, ahogy mondtam, az űrhajósok ebből élnek, 4000 vitális anyagot tartalmaznak. 4000.
elárulnám, hogy amikkel mi napközben feltöltjük az élelmiszerraktárunkat, az 1-200 anyag. Tehát hihetetlen a különbség, 4000 vitális anyag van. Ez azt jelenti, hogy az életünket serkenti. A legtisztább és a legolcsóbb fehérje forrás. Nincs mögötte ízületi fájdalom, közvényes gyulladás és egyéb dolog. Az eszenciális aminosavakat mind tartalmazza, amiből az emberi fehérje felépíthető, és nincsenek meg azok a rossz hatások, amelyek az állati fehérje lebontásakor salakanyagként terelnek. A legjobb kálcium forrás, ugye még mindig ott tartunk a tévedésekben, hogy tejet, tejterméket kell főleg időskorban ahhoz innunk és ennünk, hogy a csontritkulást pótolja. Ezt sajnos elmondtam már 2 évvel ezelőtt, hazugság, pont fordítva van, még jobban elmélyíti a csontritkulás. Az algában beépülő, szerves, kötésű alga van. Kálcium. Néhány ismertebb algát felsorolok még, egy pár percen van. A legismertebbek közé tartozik a spirulina alga, nyilván hallottatok róla. Ilyen csavaros formája van, ezért kapta a spirulina algát, vagy más néven a vitálanyag bombán. Őre igaz főleg, amit mondtam, mert 100 g spirulinában 60-70 g fehérje van. Elárulom, hogy a húsokban 25-30 g van. Tehát ebben 60-70 g, 3-4-szerese van. Akkor B12 vitamin, ugye a vegetáriánusokat rengeteget támadják, hogy nem tudjuk a B-vitamin szükségletünket kielégíteni. Ez egyébként hazugság, de itt erre külön ki sem térek, mert a bélflórán előállítja a B12-t, de az algából, a spirulinából hozzájuthatunk a B12-t. Nukleinsavat, linolénsavat, stb. Most nem akarom felsorolni, miket tartom, ezek mind eszenciális anyagok, de kiemelném közülük a klorofilt. A klorofil a növények és az aljának a zöld vére. Az emberben a piros vért, a hemoglobin adja meg a színét, és a hemoglobin és a klorofil abban különböznek egymástól, hogy a központi elem a klorofilban a kálcium, és a hemoglobinban pedig a vas. Egy ilyen csere következtében már a klorofillal sokat teszel a saját egészségedre. Sokfajta vitamint tartalmaz. Azt mondja, hogy 10 g spirulina porban annyi vas van, ami megfelel 450 g sóskának, tehát majdnem fél kiló sóskának, vagy 320 g májnak, amellett, hogy a mája méregtenítés szerve, tehát ha megeszed a májat, akkor a méreganyagokat is megeszed. A spirulina B12 vitamintartalom alapján 3-szor felülmúlja a májat, ezért a spirulina nagyon jó hatású a vashiányos megbetegedések és a rosszindulatú vérszegénységek. Felsorolnám, hogy milyen tulajdonságai vannak. Antioxidáns szabadjuk megkötő tulajdonságot, tudjuk, hogy ez a legnagyobb veszedelem manapság. Innen vannak a rákos és egyéb megbetegedések. Az immunrendszer munkáját megkönnyíti, tehát erősíti az ellenálló képességet. Csökkenti a koleszterin, a rossz koleszterin szintet. Stabilizálja a vércukor szintet. Prebiotikus hatása van. Ez azt jelenti, hogy a bélflórában levő hasznos baktériumai, a probiotikumok, azoknak táplálékul szolgál a prebiotikum, tehát élteti őket. Méregtelenít is, és lugosít, savtalanít. Vírusölő hatású. Serkenti a sejtépítést, támogatja a daganat elleni védelmet. Tehát ez valami elképesztő, és csak egy, ez a spirulina. A másik ismert a chlorella alga. A chlorella alga a világ legjobb méregtelenítő algája. Ez az algák közül a legmagasabb klorofil tartalma, hogy mondtuk, mire jó a klorofil. Hihetetlenül intenzív zöld színe van, és kedvező antioxidáns tulajdonsága. Rendkívül gazdag fehérjében, vitaminban, enzimben, tehát ugyanaz elmondható, mint az előbb a spirulina algáról. Mikroelemek, ásványi anyagok, növényi rostok, a növényi rost elősegíti az anyagcsere felgyorsulását, a székrekedések megszűnését, az abból keletkező betegségeket. Jelentős arányban tartalmaz B, C és E vitaminokat, foszfort, magnéziumot, kálciumot, nyomelemeket, nem akarom őket mind felsorolni. Jó hatása van az immunrendszer működésére, serkenti a fehérvérsejtek termelődését, tehát az immunrendszer ellenálló képességét.
igen gazdag vitaminforrás, rost van, ezt már mondtam, fő felhasználási terület a szervezet méreg tömítése. Különösképpen a nehéz fémeket vezeti ki, ugye akinek amalgám fő tömései vannak, vagy voltak, azoknak a szervezete teli van higannyal. Tehát nagyon segít, hogyha a klorea algát fogyaszt, mert akkor a nehéz fémeket kiűzi a szervezetét. A vörös alga a következő, amiről szeretnék beszélni. Ez szuper nyomelem és ásványanyag komplex. A 34%-át tiszta, szerves, beépülő kálcium. Megismétlem, 34%-át tiszta, szerves, beépülő kálcium tölti ki. Tehát ez a legjobb kálcium forrás, nem a tej. Ezt kell adni akkor, hogyha valakinek csontritkulása van. Fogaink, körmeink, csontozatunk egészsége az ízületünk felépítése függ ettől. A vörös algában egy aquamin nevezető ásványi komplexet állítanak elő és forgalmazzák. Az aquaminnak porózós szerkezete van, tehát nagyon nagy felülete. Hihetetlenül jól adszorbálja ezeket a nehéz fémeket, megköti, kicseréli őket különböző kationokra, ellátja a szervezet lugosítását, méregtelenítését. Igen, mondtam, magas a kálcium, magnézium tartalma, 70 féle mikroelemet tartalmaz, tehát ez önmagában is majdnem adja a 91 eszenciális tápanyagot. A következő, az antioxidánsok legjobbja az asztaxantin. A természetes asztaxantin egy piros karotenoid pigment, ettől piros-vörös a színe, ez a vörös alga, ez is vörös színű, ez is hihetetlenül jó antioxidáns, állítólag ez a világ legjobb antioxidáns növénye, sokszorosa az E-vitaminnak és a C-vitaminnak az antioxidáns hatásához képest. Magas rendű védelmet nyújt az UV-sugárzások okozta oxidáció, stressz ellen gátolja a reaktív oxigén működését a szervezetben, tehát az öregedést gátolja. A zsírsavak és a proteinek pusztulását meggátolja, áthatol a vér-agy gáton, serkenti az agyműködést, tehát a koncentrációs képességet. Hihetetlenül gazdag az E-vitaminnál, sokszor nagyobb az antioxidáns hatása. Általában ez a négy, amit felsoroltam, benne szokott lenni komplex alga készítményekben. Ezeket érdemes étrendi kiegészítő formájában beszerezni, és rendszeresen táplálkozni vele. 3-5 g egy napra elegendő egy ilyen komplexből. 3-5 g, ez olyan, mint a borban nem is szerved a pattanás, tehát egy kapszula, vagy 2-3 kapszula. Hihetetlen picinke mennyiség, és mégis rendkívül hatékony. Végezetül egy barna algáról szeretnék beszélni, a limu mairól, az egészség támogatójáról. Japán híres arról, hogy mindenfajta tengergyümölcsöt fogyasztanak, de többek között a barna algát, ami egy moszat, ezt is fogyasztják főleg Tongán évszázadok óta, a szegény emberek fő tápláléka. Rendkívül jó fehérjeforrás, és igen jó az egészség fenntartására. A fő alkotó eleme a fukoidán nevezető anyag. Ez a fukoidán, ennek a limu mainak a fő alkotó része, komplex poliszaharid, egyfajta cukor vagy szénhidrát, és 700-nál is több tudományos tanulmány született már ennek az emberre gyakorolt hatására. A fukoidának bámulatos regeneráló tulajdonsággal rendelkeznek, a testnek szinte valamennyi szervével jó kapcsolatba lépnek, és segítik a regeneráló képességét. Fokozza az egészséges sejtnövekedést és sejtosztódást. Támogatja a normális májműködést és a májműködés keringési funkcióit. Egy napi adag elfogyasztása fenntartja a jó egészség testi funkcióit. Ezt tartják róla a japánok, ők eszik is. Lankadatlan energiáról számolnak be, érzik az emésztőrendszerük és a hasnyálmirigy funkciók támogatását, szép bőrt eredményeznek a nőknek, kellemes lágy arcbőrt hoznak létre, tehát még a szépítésben is használható. Hogyan tudjuk az étrendben felhasználni a mindennapos táplálékunkban az algát? Rengeteg étrend kiegészítő kapható, erről már beszéltem, ezt még az új a űrkutatásban is használják.
Ezen felül lehet kapni például nori lapokat, akik a vegetáriánus táplálkozásnak ezen részében jártosak, tudják, hogy lehet kapni, be kell őket áztatni. Van némelyiknek halízze, van némelyiknek, amelyiknek nincsen. Ugyanúgy lehet elkészíteni, mint a tenger gyümölcseit, tehát ugyanúgy tésztákba és egyéb dolgokban, a kagylót vagy halat eddig raktunk, lehet helyette algát, nori lapokat és egyéb kapható készítményeket tenni. Reggel ébredés után, akik smoothie isznak, ez a zöld turmix, ismeritek, abban egy ilyen kapszulányit az étrend kiegészítőből beleraktuk, ilyen a fizikai energia rögtön egész napra. Salátákba szokták beleszólni, salátákba keverik, illetőleg még leveseket csinálnak, miszóval együtt algaleveseket, miszó és algaleveseket. Körülbelül ennyi fér belőle az 52 percbe, 50-et kaptam rá, úgyhogy be tudtam zsúfolni ezt a dolgot. Én ennyit tudtam mára nektek összeszedni, akit érdekel még egyéb részlet, vagy pedig szeretném velem még beszélgetni, és esetleg a könyvemet megvásárolni, az itt lent vagyok a Portánál balra az első teremnek a legvégében. Még egy jó óráig itt vagyok, dedikálom is a könyvet, akinek szüksége van. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattam. Köszönöm, már is hol kapható alga, mi a boltokban. Hogy az interneten beírod, hogy Nori, lap, és már köpik ki a címeket, házhoz is szállítják. Jó, köszönöm.